Megérkezett Székesfehérvárra a 7. Kóprali mezőnye, mely idén már 88 autót számlál. Az országjáró túra célja a minőségi magyar termék népszerűsítése. Első alkalommal szerepel házigazdaként a rally programjában, az a székesfehérvári üzem, ahol az egyik legnépszerűbb hazai kekszet gyártják. Kertész Péter Arnold elárulta, miért fontos a cégnek a részvétel. A minőségi magyar élelmiszerek propagálása, népszerűsítése. Ez egy olyan cél, amit nem lehet nem támogatni. Ez most egy nagyon esős nap, tehát nem egy jó debutálás, de ez azt jelenti, hogy negyedik állomásként meg tudjuk mutatni magunkat, gyakorlatilag az, hogy mi történik itt, mi milyen termékeket gyártunk. A szervező üzletlánc célja a versennyel éppen az, hogy felhívja a magyar fogyasztók figyelmét arra, hogy a hazai élelmiszerek minősége nem csupán állja a versenyt, hanem sok esetben felül is múlja az importált termékek minőségét. Ennek is köszönhető, hogy a boltjaik polcán 80% fölötti a magyar termékek aránya, tudtuk meg Csepeli Lajostól. Nekünk az elemi érdekünk kereskedőknek, hogy minél több gazdálkodó szervezet jól működjön Magyarországon, hisz abból lesz vásárlóerő, és abból tud egy kereskedő jobban kereskedni, azzal, hogy tudja magát jobban érezni. Ezért kiemelten fontos, és a másik pedig ez a magyarság érzet. A Kóprali szervezői büszkék arra, hogy évről évre többen csatlakoznak a megmérettetéshez, amely idén 4 nap alatt 10 magyar terméket előállító partnercéghez látogat el.